Itt a Napi Retro, a régi idők nagy pillanatai. A stúdióban már várja Önöket Séda Zoltán. Szép napot kívánok, a dátum 1993. Ebben az évben robbant be a Sose halunk meg című magyar film, és annak betétdala a Nagy utazás. De ebben az évben kresszmódosítás is történt. Bevezették többek között az 50 km-es sebességkorlátozás lakott területen belül, és a tompított fényszóró használatát lakott területen kívül. Természetesen nem mindenkinek tetszett. Kedves Almási Zoltán, mint ismeretes, esélytől tehát mától megváltoztak a kressz szabályai. Ezek érintik nem csak a gyalogosokat, de különös tekintettel érintik a taxisokat is. Mi a véleményed erről? Hát az egészről az a véleményem, hogy egy-két dologgal egyet értek, de van, amivel abszolút nem értek egyet. Mivel értesz egyet? Hát például a tompított fényszóró bekapcsolásával egyet értek, mert nyugati statisztikák alapján is, szóval csökken a baleset veszély. Én ezt mondjuk a városban is kötelezővé tenném. De hát az az 50 km-es sebesség, az szerintem nem lesz így jó. Tehát ez az egyik dolog, amivel nem értesz egyet. És mi a másik? A másik? Hát a biztonságérvről annyit, hogy szerintem azt nem kéne ilyen drasztikusan venni, mint ahogy itt előadják a dolgokat, hanem ezt mindenkinek a saját biztonságára kéne dönteni, hogy bekapcsolja vagy nem. De ha én jól tudom, akkor ez csak a hátsó biztonságjövekre vonatkozik, és csak abban a gépjárműekben, amiben már gyárilag beszerelték. Igen, de hát ez olyan dolog, hogy szóval én azt tartom, hogy a biztonságjöv egy komolyabb ütközésnél csak hátrány lehet elérni semmiképp. Köszönöm szépen, és arról mi a véleményed, hogy a taxisok a buszsávot is használhatják? Az viszont egy nagyon jó dolog, mert idáig, ahol nem lehetett megállni, ugye a busz megállóhelyeken, ahol az utas ki lehetett volna tenni, így most ezt lehetővé tették. Mert hát mondjuk Fehérváron nincs kimondottan buszsáv, ez főleg a pestieknek nagy előny. Mik az első nap tapasztalatai, Ön nagy úr? Március 1-ével a kressz módosításával kapcsolatban már az első ellenőrzést is megtartottunk, akciónkat, országos akció volt. A tapasztalat az, hogy annak ellenére, hogy igyekeztünk megfelelő propagandával felhívni a figyelmet, még nagyon sokan vannak, akik a lakott területen kívüli tompított világítás alkalmazását, illetve a hátsó biztonsági öv alkalmazását nem tartják be egyértelműen. Ezeket jelen esetben még figyelmeztettük, a későbbiek során kerül sor arra, hogy bírságolás, illetve az ezt következendő időszakban pedig majd esetleg feljelentése is sor kerülhet. A biztonsági öv becsatolásával kapcsolatban mi az újdonság a taxik esetében? Igen, hát a taxik üzemmód esetében, tehát akkor, amikor személyt szállít, akkor a taxi gépjármű vezetőjének és a hátul ülő utasának nem kell becsatolni a biztonsági övet, sem lakott területen belül, sem lakott területen kívül. Ugyanez nem vonatkozik a taxi mellett utazó utasra. Tehát ez az, ami újdonság végeredményben, illetve amennyiben nem taxiüzemben használja a járművét, így a taxisra is ugyanazok a szabályok vonatkoznak, mint a többi gépjárművezetőre. Tehát taxiban csak a fizetőhelyen kell bekapcsolni a biztonságjövet. Mi a véleménye a mától életbe lépő kressz módosításról? Az én saját véleményem az, hogy hát nagyon jó ez, hogy lakóterületen belül 50 km sebességgel haladó kocsiknak nem lehet nagyobb sebessége, mert biztonságosabb a gyalogosoknak a közlekedése. Ugyanúgy a motorkerékpárosokra is vonatkozik ez is. Hát nekem az a véleményem, hogy nagyon jó. Ez volt már a Napi Retro. Nem sokára találkozunk ismét valahol a múltban.